Öröm a zene 2021 és 22-es évadát ezennel megnyitom. Pakson vagyunk november 6-án. Ez itt a 24. Amatőr Pop Rock és Jazz Fesztivál, a 24. Itt a tehetségkutatásnak hagyománya van. Egyébként Paksot ugye ismerhetitek nyilvánvaló az atomerőműről. Talán azt is tudjátok, hogy paksi halászlé is nagyon híres, de azt nem biztos, hogy tudjátok, hogy Paks kulturális életéről is híres. Ez is maga a szervezőgárda nagyon büszke arra, hogy a 24. tehetségkutatót rendezi meg egyrésztről, de például Pakson rendezik meg a Gastro Blues Fesztivált is, illetve a Paksi Harmonika Fesztivált. Szóval itt a Csengei Dénes Művelődési Központban rendezték meg ugye a 24-et, ahol most egyébként én is zsűriként is részt veszek. Menjünk be, aztán majd folytatjuk, beszélgetünk. Még egy-két dolgot elárulok a helyről, illetve a rendezvényről. Annyira szeretem hallani, amikor énekesek bemelegítenek, szerintem tök fontos. Mondom, kik lesznek a zsűrik. A zsűri elnöke Berki Tamás, itt van András Ikremó, Lukács Peta, Pap Gyula, Sárbi Barbara és Lombos Marci. Nehéz, mert nincsen köztes válasz, mert nem lehet úgy pontozni, hogy csak jó, csak rossz. Szóval a piros és a zöld az nem adja meg azt a zenekarnak, hogy ez most tényleg milyen volt. Egy csaj, öt férfi. Mi ez az ivar arány? Hát ez nem reális. Mögöttem hallottam, hogy véleményeztek, de ők azért nagyon tényleg ezek a fan lányok, akik meglátnak egy jó srácot, hogy ők a legjobbak, és nem figyelnek oda, hogy éppen mi szól igazán, úgyhogy ez egy kicsit úgy nehézkes volt. De azt tudod, hogy a piac az alapvetően működik persze. Így? Este van, kéki nyugalomban. Egy csapat van ébren, itt pakol a horda. Elnézést kérek mindenkitől. Hát ez egy hosszú nap volt. Ugye 12 zenekart néztünk végig. Reggel 10-kor kezdtünk, szerintem este 7-kor még szólt a banda. Nem volt könnyű az ítélethozatal, a zsűri több mint egy órán keresztül vitatkozott, tényleg az volt, ez egy keményebb menet volt, de megérte.
Meg hát ez a véleménykülönbözőség így mindig benne van egy ilyen játékban. Átadtuk a díjakat, elkészítettünk néhány interjút, úgyhogy késő este van, lassan indulunk haza. Én nagyon imádtam Paksot, köszönjük szépen Ruf Ferinek, így a társadalom nevében azt, hogy 24. alkalommal megrendezte ezt a fesztivált. Mindenféle videókat megtaláltok az Öröm a Zene csatornán, nézzétek!